Azt kell mondanom, hogy a Covid után ez talán egy még nagyobb tragédia. Félelem, szorongás, depresszió, álmatlanság. Akár ezekkel a tünetekkel is szembesülhetünk, ha nem tudjuk megfelelően kezelni, feldolgozni a szomszédunkban zajló háborúról érkező híreket. A Győri Petszaladár Egyetemi Oktatókórház pszichiátriai, mentálhigiénés és addiktológiai osztályának vezetője szerint fontos, hogy többet beszélgessünk egymással, és ha ez nem segít, akkor ne szégyeljünk szakemberhez fordulni. Feller Gábor hozzátette, a járvány meggyengítette a társadalom lelki világát, amelynek most egy újabb nehézséggel kell szembenéznie. Nagyon nehéz volt ez a 3 év, de talán igen, ahogy ön is fogalmazott, ennek a maradványai, hiszen akkor nagyon féltünk, meg lehet, hogy még bennünk is maradt egyfajta félelem a szövődményektől, vagy az elvesztett hozzátartozóinknak az emlékéből, halálából. Tehát ez egy picit úgy érzem, hogy meggyengítette a társadalmat, hogy már nehezebben fogadjuk el a nagy változásokat. Ha túlzásba visszük a ránk zúduló információk fogyasztását, akkor annak mindennapi életünk láthatja kárát. Ha pedig nem vigyázunk magunkra, a pánik is eluralkodhat rajtunk, ami szintén túlkapásokhoz vezethet. Hoppá, XY ezt vette meg, ő azt vette meg, amaszmet, hát ha ő nekik ez kell, akkor nekem is kell, és akkor én is elkezdem ezeket felvásárolni. Ezért is mondom, hogy a neten azért nagyon sok a veszély. Én nem hiszem, hogy most jódot kellene vásárolni, meg lisztet kellene venni, meg kenyereket vásárolni, meg benzint vásárolni, meg hát sok mindent hallunk már az interneten, de nem ez a lényeg. Ezt az egészet valahol lelkiekben kell feldolgoznunk, túlélnünk, és másokat is segítenünk. Ilyenkor többet kell foglalkozni a gyerekekkel is, és nem csak az óvodától, iskolától várni a megoldást, fogalmazott a pszichiáter. Nekünk, szülőknek mindenképpen az a feladatunk, hogy igenis minden este üljünk le, ne csak azt kérdezzük, hogy kisfiam, kislányom, mi volt az iskolába, hanem mit hallottál, mit olvastál, és mi a véleményed róla. És akkor én is el tudom neki mondani, hogy akkor legalább úgy fogja fel, ahogy talált, fel is lehet ezt dolgozni, mert akkor, ha nem beszélünk róla, sok félrevezető dolgot is úgy fog elfogadni, ami nem is úgy van. Feller Gábor hozzátette, jó stratégia lehet az is, ha inkább arra koncentrálunk, hogyan tudunk támogatást nyújtani a bajba jutottaknak, legyen szó akár lelki vagy fizikai segítségről.